Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Augusztus 4-e van Dominika és Domonkos névnapja. 26 éve ezen a napon kezdődött a vihar hadművelet, amelynek során a horvát hadsereg 4 nap alatt ellenőrzése alá vonta a horvátországi szerb területek javarészét. 137 éve ezen a napon született Balázs Béla költő, író, filmesztéta. 130 évvel ezelőtt pedig szintén ezen a dátumon látta meg a napvilágot Makai Margit színésznő, aki 92 évesen még színpadon szerepelt. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. 26 éve kezdődött meg a vihar hadművelet Horvátországban. Az akció során több mint 200 ezer szerb kényszerült elhagyni otthonát. Tovább nőtt a napi koronavírusos esetek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 487 páciensnél azonosították a COVID-19 betegséget. Bajsán és Pacséron is bővül a fürdő, továbbá kiaszfaltoznák a Gunarast Szentagunarassal összekötő út megmaradt részét. Több Topolyához tartozó településen pedig korszerűsítenék az ivóvízhálózatot. Remekeltek a szerb vízilabdázók, a röplabdázók és a kosaras lányok az olimpián. A magyar Lőrinc Viktor ezüstérmes lett. A vihar hadművelet áldozataira emlékeznek Szerbiában. A 26 évvel ezelőtti horvát katonai akció során mintegy 220 ezer szerbet üldöztek el szülőhelyéről, mintegy 2000 személy pedig életét vesztette vagy eltűnt. 2014 óta Szerbia és a boszniai szerb köztársaság közösen emlékezik meg a szerb áldozatokról. Horvátországban ezen a dátumon a győzelem napját ünneplik. 26 éve kezdődött meg a vihar hadművelet Horvátországban. Az akció során több mint 200 ezer szerb kényszerült elhagyni otthonát. A horvátok az állam felszabadításának napjaként emlékeznek meg a hadműveletről, míg Szerbiában az áldozatok előtt hajtanak fejet. A horvát hadsereg 1995. augusztus 4-én indította meg a hadműveletet. 4 nap alatt ellenőrzésük alá vonták a horvátországi szakadár szerb területek nagy részét, amelyet 1990 folyamán Horvátország függetlenségének kikiáltása után a többségében szerb nemzetiségű lakosság a krajinai szerb köztársasággá nyilvánított, és Knint tette meg fővárosává. Az áldozatokról, illetve az eltűntek számáról különféle adatok jelentek meg, mintegy 2000 személyt említ a szerb sajtó. A vihar hadművelet után a legtöbb horvátországi szerb menekült Vajdaságban telepedett le. Új életet kellett kezdeniük, otthont, munkát keresniük. A 4 tagú Ivancsevics család egészen 1995. augusztus 4-éig Grabovac faluban élt, majd Buszijén telepedtek le. Ráda Ivancsevics 26 év után sem felejtette el a szülőföldjét. Ostalom je kuća zemlja, roditelji, onda kad odem, onda ovaj palim svijeće i tako sve. Jako mi je to teško. Fia Szávó megnősült, de a szülői házban maradt, amelyet a szerbiai menekültügyi főbiztosság segítségével vásároltak. 2 gyermeket nevelnek, akiket a helyiek szintén befogadtak, de a családnak hiányzik a szülőföld. Bavim se građevinom, moj rajom, nešto zemlje radimo, stoku držimo, život na selu nije lak, a nije ni težak, tako da jednostavno preporučujem svima da ostanu na selu. Horvátországban augusztus 4-ét és 5-ét a győzelem napjaként ünneplik. A vihar hadművelet végét augusztus 7-én jelentették be. Az akcióban saját adataik szerint a horvátok 174, a szerbek 742 katonát vesztettek. És rövidesen kezdődik majd a szerbiai központi rendezvény, amennyiben ez megtörténik, mi is kapcsolunk oda. A horvát honvédők áldozata szabadságot, büszkeséget és államot adott nekünk, írta üzenetében Horvátország miniszterelnöke. Andrej Plenković gratulált a náluk győzelem napjaként számon tartott vihar hadművelet megkezdésének évfordulója alkalmából. Közleményében háláját és tiszteletét fejezte ki minden horvát honvédőnek, rendőrnek és katonának. Büszkeségének adott hangot a horvátok bátorságáért és áldozatkészségéért. Mint Plenković üzenetében fogalmazott, újabb feladatok állnak Horvátország előtt, ilyen például a schengeni övezethez való csatlakozás.
Szerbia csak olyan döntéseket támogat, amelyeket a Bosznia-Hercegovinában élő mindhárom nép jóvá hagy, mondta el Alekszandar Vučić, szerb államfő, miután találkozott Belgrádban Milorad Dodikkal, Bosznia-Hercegovina elnökségi tagjával, valamint a boszniai szerb köztársaság delegációjával. Valentin Incko volt boszniai hercegovinai főképviselő a napokban szerb részről felháborodást keltő döntést hozott, amely által megtiltotta a szrebrenicai népirtás tagadását. A boszniai szerb köztársaság illetékesei reagálásként kedd óta bojkottálják a bosznia-hercegovinai intézmények munkáját. Alekszandar Vučić és Milorad Dodik találkozójára Belgrádban került sor. A szerb államfő a Bosznia-Hercegovinában történtek kapcsán elmondta, Szerbia óhaját fejezi ki a daytoni megállapodás tiszteletben tartása iránt, illetve hogy a régióban legyen béke. Hangsúlyozta, Szerbia tiszteletben tartja Bosznia-Hercegovina, de ugyanakkor a boszniai szerb köztársaság területi integritását is. Ono što je stav Republike Srbije, to je da oktroisane i nametnute odluke nikada nisu dobre, već da odluke moraju da budu donete u skladu sa interesima i saglasjem tri naroda u Bosni i Hercegovini, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog, i da je to suština i duh Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne nametanje rešenja i ne nametanje odluka. Szerbiában a térség békéjének garanciáját látják, mondta a találkozó után Milorad Dodik. Szerinte a döntés a boszniai szerb köztársaság ellen irányul. Bosznia-Hercegovina elnökségi tagja ismételten hangsúlyozta, hogy nem ismeri el Krisztián Schmidt, az új bosznia-hercegovinai főképviselő legitimitását. A Republika Srpska je posvećena izgradnji mira, ali mi ništa drugo ne tražimo osim onoga što su naše ustavno pravo. Mi ništa ne tražimo osim onoga što su naše ustavno pravo. Ali nama, kao rijetko, gdje ne dozvoljavaju afirmaciju naših ustavnih prava. A felek a találkozón gazdasági kérdésekről, közös projektekről is tárgyaltak. A szerbiai központi rendezvény megkezdődött Buszijén, amelyen közösen részt vesz a szerbiai és a boszniai szerb államvezetés. Kapcsolunk tehát a megemlékezésre. Jedni na druge zajedno živeli, međusobno se obogaćivali, čak postajali srodnici, ali imali i nesporazume i sukobe, isto tako sami pronalazili načine da zajedno idu dalje. Siguran sam da mnogi među vama, i pored bola i patnje koju nosite zbog postradalih bližnjih, zbog sećanja na ostavljene domove i ognjišta, ipak delite moje iskustvo. Zato se pitam, ko je dobitnik vašim progonom? Ostala je samo pusta, prazna, neobrađena zemlja. Zlo je upisalo sebi još jedan dobitak. Čovek je poražen, a Bog koji hoće mir među ljudima još jednom je izneveren. I to kako? Sabrali smo se danas da glasno kažemo, da ne zaboravljamo one krajeve u kojima smo se majčinim mlekom hranili. I to ne samo mi, nego i naši preci, koji su se vekovima rađali u Dalmaciji, na Kordunu, u Lici, Baniji, Slavoniji, po gradovima i selima čitave današnje Hrvatske. I dalje u srcu čuvamo nemanjičke dalmatinske manastire iz 13. i 14. veka i druge svetinje u kojima se, dolazeći sa svih strana sveta, okupljamo, kao i gradove i sela koje su podizali naši preci. Ne zaboravljamo u pesmama opevane uskoke koji su branili tu zemlju i sve koji su u vojnoj granici štitili Evropu od Turaka. Pamtimo Petra Preradovića, Vladana Desnicu, Nikolu Teslu, Milutina Milankovića i svakog umetnika, naučnika, filosofa koji su doprinosili kulturi ne samo svog srpskog naroda, već i hrvatskog i svih naroda sveta. Znam da ste ovde svili novo gnezdo, ali isto tako znam da ste srcem i dušom u vašoj Dalmaciji i drugim krajevima.
Az eseményt teljes egészében megnézhetik a késő esti híradónk után. Meghalt Miroslav Lazanski, Szerbia oroszországi nagykövete. 71 éves volt. A Zágrábhoz közeli Karlovácon született, tanulmányait a jogi karon végezte. Lazanski éveken át dolgozott a politika és más lapok újságírójaként, katonai politikai elemzőként tevékenységét nemzetközi szinten is nagy elismerés övezte. 8 könyv, 2 dokumentumfilm és 10 tévésorozat is fűződik a nevéhez. 2019. júliusában nevezték ki Szerbia moszkvai nagykövetévé. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint sokat tett a szerb-orosz kapcsolatok ápolásáért. Temetésének idejéről később tájékoztatnak. Tovább nőtt a napi koronavírusos esetek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában a 10.710 tesztből 487 páciensnél azonosították a COVID-19 betegséget, és 2 hunytak el a kór szövődményeiben. Emelkedett a kórházban kezeltek száma is. Tegnap óta mintegy 30-al több embert kezelnek egészségügyi intézményben, összesen 521-et. Közülük 7 vannak lélegeztetőgépen. A szakemberek szerint egyre inkább a delta variáns lesz a domináns nálunk is. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a 4. hullám küszöbén vagyunk, amely leginkább az oltatlanokat veszélyezteti. A vakcináció éppen ezért kulcsfontosságú, teszik hozzá a szakértők. A kórházban kezelt páciensek száma is napról napra nő. Dr. Bohucki Nebújtsa, járványügyi szakorvos, a Pannon TV Szubjektív című műsorának felvételén elmondta, hogy egyre inkább a delta variáns a domináns. Augusztus végére már 90%-ban ezzel fertőződnek majd meg az emberek. Azért, mert nincs megfelelő mennyi ember beoltva, biztos lesz 4. hullám. Hány beteg lesz, no, ezt persze nem tudunk, de biztos, hogy fogunk regisztrálni. És érdekes, ez azért, mert inkább most már a fiatalok is betegek, nem sokára indul az iskola. És, de mi lesz az iskolában? No, ez érdekes. Hát biztos meg itt online lesz. A dr. Bohuckival készült interjút holnap este 19:30-kor láthatják. A beszélgetésből az is kiderül, hogy kinek ajánlja a járványügyi szakorvos a 3. oltást. Szubjektív tehát csütörtökön 19:30-tól a Pannon TV-ben. Magyarországon egy nap alatt elhunyt 3 beteg és újabb 59 állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést. Kórházban 82 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 80 vannak lélegeztetőgépen. Eddig több mint 5.632.000 embert oltottak be, közülük mintegy 5.463.000-en már a 2. adag vakcinát is megkapták. Minden 8. regisztrált fertőzött a turisták közül kerül ki Montenegróban, közölte az Ország Közegészségügyi Intézete. A legfrissebb adatok szerint az utóbbi 24 órában 219 fertőzöttet regisztráltak, közülük 194 montenegrói állampolgár volt, míg 25 a nyaralását töltő külföldi. A fiatalok munkavállalási lehetőségeiről, valamint egy programozási képzéshez szükséges technológiai és műszaki felszerelés beszerzésére irányuló projektjavaslatról is szó esett Magyar Kanizsán. Az illetékesek erről Nenad Popović szerb innovációért és technológiáért felelős tárca nélküli miniszterrel beszélgettek. Magyar Kanizsa község ifjúsági irodája 2014 óta működik, de az elmúlt egy évben sikerült igazán felvirágoztatni és bevonni a fiatalokat a működésébe. Jelenleg 25-30 aktivista tevékenykedik ebben az irodában. A fiatalok találják ki a programjaikat, mindent ők csinálnak. Igazából az egész Óz arculatát voltak épp ők vezetik, ők tervezik, én csak összefogom őket és hátteret adok nekik, és egy kis irányítgatást, hogy mit meg merre, de nagyon fiatal orientált az egész dolog, és úgy tűnik, hogy élvezik, és nagy sikere van. Az iroda egyik célja, hogy megpróbálja fokozni a fiatalok munka és vállalkozó kedvét, emellett pedig olyan képzéseket is nyújt nekik, amelyeknek köszönhetően gyorsabban munkába tudnak állni.
emelte ki Fejsztelmer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere. Én úgy látom, hogy a minisztérium részéről és a miniszter úr részéről megvan a nyitottság, hogy támogassa azokat az innovatív kezdeményezéseket, programokat, amiket akár intézményi szinten, akár magánkezdeményezésként is valaki próbál elkezdeni vagy megvalósítani. Úgyhogy én bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban szorosan együtt tudunk majd működni. Dr. Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti frakció vezetője elmondta, személyes feladatának érzi, hogy az önkormányzatok könnyebben együttműködhessenek a minisztériumokkal. Továbbá a település turisztikai jelentőségéről is beszélt. Magyar Kanizsa egy olyan idegenforgalmi központ, amely a belföldi és külföldi turistákat is vonza, akár olyan módon is, hogy több hétig, vagy akár egy-két hónapig itt legyenek Magyar Kanizsán. Ilyen szempontból fontos egy olyan innovációs központnak a kialakítása, akár itt ebben az épületben, amely vonzóvá teszi Magyar Kanizsát a belföldiek és a külföldiek számára. Az ifjúsági iroda vezetői bemutatták Nenad Popovic szerb innovációért felelős tárca nélküli miniszternek a tevékenységüket, valamint azt a programozási képzéssel kapcsolatos projektjavaslatot, amely a fiatalok munkavállalási lehetőségeit is javítaná. Želimo da mlade iz cele Evrope dovodimo u Srbiju, dovedemo ovde u Kanjižu, da odavde rade, da ovde bude centar njihovih kompanija. Jer uslove koje smo kao vlada Republike Srbije omogućili da finansiramo praktično sve za start-up kompanije, da im dajemo podršku i finansijsku, računovodstvenu, pravnu, stručnu i najvažnije mentorsku podršku da od ideje dođu do rezultata. A találkozó végén Nenad Popovic megtekintette az ifjúsági otthon épületét. A következő időszakban Bajsán és Pacséron is bővül a fürdő, továbbá kiaszfaltoznák a Gunarast, Zenta Gunarassal összekötő út megmaradt részét. Emellett több településen is korszerűsítenék az ivóvízhálózatot, hangzott el a VMS topolyai sajtótájékoztatóján. A község területén helyi közösségi választásokat tartanak jövő vasárnap. A Magyar Párt több jelöltet is támogat. Topolya községben 6 helyi közösségben szerepelnek a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott jelöltek. A cél továbbra is az, hogy a VMS által vezetett önkormányzat és a helyi közösségi vezetés együttműködése által fejlődjenek a települések, valamint a helyi közösségek is, emelte ki Fremond Árpád, a VMS topolyai elnöke. Nekünk összesen 73 jelöltünk van, vagy 73 olyan jelölt van itt a 6 helyi közösség területén, amelyeket tudunk támogatni az elkövetkezendő időszakban, és ez a 73 jelölt, ez közel 2000 aláírást tudott összegyűjteni az elmúlt napokban. A tervek között szerepel többek között a pacséri fürdő bővítése, a színház felújítása, valamint az ivóvízhálózat korszerűsítése is, amely számos településen fontos és kiemelt célkitűzés. Továbbá a Gunarast és Zenta Gunarast összekötő megmaradt 6-7 kilométernyi útszakasz kiépítése. Zenta Gunarason egy gyermek és ifjúsági központ építése, valamint a színház építésének befejező munkálatai, számolt be a sajtótájékoztatón Fremond Árpád. Hozzátette, Bajsán egy gyermekmedencével bővülne a nemrégiben elkészült fürdőhely és a település központjában található Zákó kastély is megújulna. Kavillón és Székelytornyoson pedig a falusi turizmusra, az egészségház megtartására és új játszóterek létesítésére fektetnék a hangsúlyt. A topolyai helyi közösségnek a prioritása közé tartozik a parknak a rendezése. Tehát ez a topolyaiaknak egy nagy szívfájdalma, és ezt az elkövetkezendő 4 évben itt a helyi közösség mindenképp szeretné megoldani, teljesen rendbe tenni, és egy új arculatát gyakorlatilag így teljes egészében így válna, így kapna Topolya város egy új arculatot, hiszen tudjuk azt, hogy itt komoly építkezések folynak, egyrésztről ugye épül a stadion, másrésztről épül a fürdő, harmadrésztről most kezd majd a hotel épülni, és akkor itt a felvonulási tér mellett még ugye a parknak a rendbetétele az prioritást kell, hogy élvezzen. Elsődleges cél továbbá a település ivóvízhálózatának és szennyvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, valamint a sokak által látogatott topolyai tó és környékének rendezettsége és fenntartása. A topolyai helyi közösségi választásokat augusztus 15-én vasárnap tartják. Nézzük, milyen témákkal foglalkozunk még a híradó folytatásában.
Holnap több helyen kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. A hétvégén már megint 39 fok lesz. Szerbiában kevesebb, mint 9000 őssejtdonor van. 100 000-re lenne szükség ahhoz, hogy a betegek eredményesebben vehessék fel a harcot a leukémiával. Magyarországon továbbra is lehet támogatást igényelni a nagycsaládosoknak az autóvásárláshoz, mondta a Magyar Családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook oldalán megosztott videóban. Novák Katalin kifejtette, azoknak, akik nagy családban élnek, vagy már úton van a harmadik kisbabájuk, a magyar kormány támogatást ad, hogy megvásároljanak egy legalább 7 személyes autót. Ez maximum 2,5 millió forintos anyagi segítséget adunk, amit nem kell visszafizetniük, sőt egyenesen a Magyar Államkincstártól az autókereskedőhöz érkezik ez az összeg, tehát nem is kell megelőlegezni. Egyébként a támogatás az a kifizetett összegnek maximum a fele lehet, tehát az autó vételárának maximum a fele, maximum 2,5 millió forint. A költségvetésből pedig 60 milliárd forintot fordítottunk a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására. Szerbiai helikopterek is segítik a tűzoltást Észak-Macedóniában. Az ország északkeleti részén, Drenák környékén égnek az erdők. A tűz terjedését a szél és a mindent beborító száraz aljnövényzet is segíti. A terület hegyes, nehezen megközelíthető, ezért van szükség az égből történő oltásra. A szerb gépek eddig 21 repülést hajtottak végre, nagyjából 25 tonna vizet locsoltak szét. A horvátországi Trogirnál lévő Szegedgornyi településen már harmadik napja ég a tűz a megközelíthetetlen területeken. Reggelig mintegy 1600 hektárnyi aljnövényzet, bozótos fenyőerdő és olajfaliget égett le, közölte a Splitti tűzoltóság. Az éjjel 106 tűzoltó volt a terepen 37 tűzoltóautóval. A tűzoltóság közölte, nem tudják, milyen irányban terjedhet tovább a tűz, mivel a szélirány folyamatosan változik. A tűz egyelőre nem fenyeget sem embereket, sem épületeket. Összeütközött két személyszállító vonat Nyugat-Csehországban a német határ melletti Domaszlice közelében. Két ember meghalt, és mintegy 40-en megsérültek, jelentette a cseh közszolgálati hírtelevízió. A hírforrás szerint a sérültek közül 7 ember állapota válságos. A szerencsétlenség helyszínére számos mentőkocsi és 4 mentőhelikopter érkezett. A súlyos baleset körülményeit vizsgálják. Földrengés volt Japánban. A 7 fokozatú japán skála szerint 6-os erősségű rengést mértek Tokiótól alig 100 kilométerre. Sérültekről vagy anyagi károkról eddig nem érkezett jelentés, és a hatóságok nem adtak ki szökőár figyelmeztetést sem. Helyszíni beszámolók szerint az olimpiai faluban is érezhető volt a földmozgás. Véradási akciót tartott Horgoson a Vörös Kereszt. Folyamatosan érkeztek az önkéntesek a helyi művelődési házba. Riporterünk is kihasználta az alkalmat, ő is beállt a véradók sorába. 33 önkéntes véradó jelentkezett a Horgosi Művelődési Házban. Ebből ketten több mint 90 alkalommal adtak már vért. Hauk Andrea szerint náluk már szinte családi hagyomány a véradás. A szüleim, ők mindig is véradók voltak, úgyhogy ez motivált az egyik. A másik meg, hogy segítsek másokon. Mert sose tudni, hogy úgy a családtag, úgy bárki éppen pont az én véremre fog rászorulni. Az augusztusi véradási akció különösen fontos, mivel nyáron sokan szabadságon vannak és könnyebben el tudnak jutni vért adni. Azért jöttem vért adni, mert már régóta készülök, de a munkahelyem mindig megakadályozott, mert mindig dolgoznom kellett. Hát inkább így az emberek segítsége, hogy ezzel is valamilyen szinten támogatom a betegeket. Az illetékesek elmondták, hogy minden vércsoportból hiány mutatkozik, ezért motiválják az embereket a jelentkezésre. Véradásra jelentkezhet bárki, aki egészségesnek érzi magát, betöltött a 18. életévét, és úgy érzi, hogy segítene ezzel a gyógyulásra szorulókon. A mostani akció jó alkalom volt arra, hogy riporterünk is segítsen. Mecseli Anita életében először adott vért, de minden bizonnyal nem utoljára.
Egy véradás alkalmával 3 emberi életet menthetünk. Magyar Kanizsa községben előre meghatározott időpontok szerint 8-tól 10 óráig várják a kedves véradókat. A szecesztió szó hallatán sokaknak Szabadka jut eszébe, annak építészete, városképe miatt. Ugyanakkor Budapest is rejteget szecessziós kincseket. Ha nem is az épületek kinézetében, a Rád György villában biztosan rábukkanhatnak a századforduló kincseire. Az Iparművészeti Múzeum első igazgatójának otthonában ugyanis korabeli szobabelsőket és női öltözékeket csodálhatnak meg az érdeklődők. A mi szecessziónk elnevezésű állandó kiállítás az Iparművészeti Múzeum első igazgatójának egykori otthonában, a Rád György villában kapott helyet. Nagy érdeklődés övezi a századforduló meghatározó stílus irányzatát bemutató tárlatot. Nem is műtárgy, inkább az eredeti állapotában megőrzött ebédlő az, amely szerintem a leginkább bepillantást nyújt abba a nagypolgári létmódba, ami egykor ennek az épületnek a sajátja lehetett. Mintegy 600 kiállított műtárgyon keresztül tükröződik az európai egyetemes stílus 3 főbb irányvonala, vagyis az osztrák, francia és brit szecesszió. Főként festmények, különböző kerámiák és gyönyörűen restaurált ebédlőasztalok, székek alkotják az enteriőrök összképét. Ilyen módon még nem volt kiállítva a szecessziós gyűjtemény, azaz főként enteriőrökben mutatjuk be szecessziós alkotásokat, és a 20. 21. századi emberek szemszögén keresztül. A szecesszió mellé bátran raktunk kortárs alkotásokat is, olyan mesterek műveit, akik ihletődtek, inspirációt merítettek a szecesszióból, így Smetana Ágnes és Pattantyús Gergely tárgyait láthatják az érdeklődők. Az állandó kiállítás mellett egy korabeli öltözékeket és kiegészítőket bemutató időszakos kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. A kiállított ruhaköltemények bemutatják a századforduló divatvilágát, és azt, hogy az akkori hölgyek mely tevékenységekhez milyen ruhákat öltöttek magukra. Mindezek szintén magukban hordozzák a szecesszió jegyeit. A szecesszió a ruhák sziluettjében, hogyha jobban megvizsgáljuk, illetve a kiegészítők terén a díszítés, a motívumkincs a meghatározó, tehát a stilizált növény és állatvilág minden apró részleten felbukkan. Az állandó kiállítás egész évben várja a látogatókat, míg a Dress Code Szecesszió című tárlat szeptember 12-ig tekinthető meg a budapesti Rád György villában. Holnap több helyen kell számítani záporok, zivatarok kialakulására egy hideg front miatt. A zivatarokat helyenként felhőszakadás, viharos széllökések és jégeső is kísérheti. Élénk néhol erős lehet a légmozgás. Napközben 32 fok körül alakulhatnak a maximumok. Pénteken már sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből legfeljebb helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, néhol esetleg zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Délután 29 fokra van kilátás. A hétvégén napsütéses idő lesz, jelentős csapadék nem várható. Többfelé élénk, néhol erős lehet a szél. Melegszik az idő. Vasárnap már 39 fok lehet ismét. Kiválóan játszottak az olimpián a szerb kosaras és röplabdás lányok és a vízilabdás fiúk is. Mindhárom csapat elődöntőbe jutott, vagyis már csak egy karnyújtásnyira vannak az éremtől. Zuráv Datunasvili birkózásban bronzot nyert. Bronzérmet nyert a tokiói olimpián a birkózó Zuráv Datunasvili a kötött fogásúak 87 kilós súlycsoportjában. A vigaszágon menetelt. Először algériai ellenfelét győzte le, majd a bronzmeccsen a horvát Iván Huklekot múlta felül. Utóbbi mérkőzése már az első másodpercekben megmutatta erőfölényét, és többször is átfordította a horvátot, majd kitartotta végéig, és 6-1-jel zárta a bronzmeccset. A csapatsportokban is remekeltek ma a szerbek. A női kosárlabda válogatott 77-70-re legyőzte Kínát, ezzel bejutott a legjobb 4 közé. Óriásit küzdöttek, hátrányban voltak, de fantasztikus hajrával behozták a lemaradást. Sőt, a mérkőzés késői szakaszában egy 11-0-ás sorozatot is produkáltak. Marina Majkovic tanítványainak a torony magas favorit Egyesült Államok lesz az ellenfele a döntőbe jutásért vívott harcban.
3-0-ra nyert a női röplabda válogatott is az olimpiai negyeddöntőben. Az olaszokat verték magabiztos játékkal. Az első szett szoros volt, de a szerbek 25-21-re hozták. A második simábban ment, 25-14 lett. Az utolsó szettben az olaszok kezdtek jobban, de a szerbek összeszedték magukat. 25-21-gyel fejeztek, így az elődöntőbe jutottak. Fölényesen 10-6-ra nyerte a szerb férfi vízilabda válogatott az olaszok ellen a negyeddöntőben. Jó játék, folyamatos, meggyőző vezetés jellemezte a szerbeket. Az aktuális világbajnokok tehetetlenek voltak. Fél időben 6-ra dagadt a gólkülönbség, és a második játék részben sem tudtak mit kezdeni a szerb csapattal. A delfinek így elődöntőbe jutottak, melyet pénteken játszanak. Szerb kajakosok is vízre szálltak. Milica Novakovic elsőként ért célba a saját selejtezőjében, így tovább jutott 500 méteren, az elődöntőbe került. Elődöntőben van a 200 méteres kajakegyesben Strahinya Stefanovic is. Saját előfutamát megnyerte, így egyenes volt számára az út. Bojánz Delár ugyanezen a távon nem jutott tovább. Ezüstöt nyert Tokióban a magyar birkózó Lőrinc Viktor, a férfi pólósok pedig győztesként jöttek ki a horvátokkal vívott párharcból, így elődöntőbe jutottak. A kajakosok is jól teljesítettek, mind mehetnek tovább. A tegnapi Lőrinc arany után ma Lőrinc ezüst született a tokiói olimpián. A magyar birkózó testvérpár fiatalabbik tagja a kötött fogásúak 87 kg-os kategóriájának döntőjében nem bírt ukrán ellenfelével. Az első menetet 1-0-ás előnnyel zárta a magyar, de a másodikban az ukrán kétszer is átfordította. 5-1 lett a vége, második helyen végzett Lőrinc Viktor. Elődöntős a magyar férfi vízilabda válogatott. A horvátok ellen nyertek a negyeddöntőben. Nagyon szoros, kiegyensúlyozott volt a küzdelem, a félidőre azonban a magyarok 7-5-ös előnnyel mentek. A végén 15-11-re múlták felül Horvátországot, pénteken a görögökkel találkoznak a fináléba kerülésért. Nem volt messze a csoda, mégsem jutottak elődöntőbe a magyar kézislányok az olimpián. Végig jól játszottak, szoros eredménnyel. Csak az utolsó percekre fogyott el az energiájuk, amit a norvég csapat kihasznált, és beállította a 26-22-es eredményt. Elek Gábor tanítványai gyengén kezdték olimpiai szereplésüket, csúfos vereségek után álltak talpra. A negyeddöntős vereségük után az 5. és a 8. pozíció között végezhetnek. A női kajakosok 500 méteres mezőnyében Kozák Danuta és Csipes Tamara is magabiztos futamgyőzelemmel jutott elődöntőbe. A férfi K1 200 méteren Tótka Sándor és Csizmadia Kolos is futamgyőzelemmel ment tovább. K2 1000 méteren az egyesben friss olimpiai bajnok Kopasz Bálint Nádas Bencével megállíthatatlan volt, és simán tovább jutott. Varga Ádám Béke Kornéllal reményfutamon mehet elődöntőbe. A női kenu egyeseknél 200 méteren Takács Kincső másodikként zárt a futamában, amivel elődöntős lett. Balla Virág reményfutamra szorult a továbbjutáshoz, ezt viszont megnyerte, így ő is ott lesz a csütörtöki elődöntőben. Olasz Anna 4. helyen ért célba a női nyílt vízi úszók 10 kilométeres versenyén. A magyar sportoló mindössze 4 másodpercre volt a győztestől és 2-re a dobogótól. Szerbiában kevesebb, mint 9000 őssejtdonor van, ez nagyon kevés. A nemzetközi tapasztalatok alapján ugyanis nagyjából 100 000-re lenne szükség ahhoz, hogy a betegek eredményesebben vehessék fel a harcot a leukémiával. Donornak bárki jelentkezhet, aki 18 és 50 év közötti és egészséges. A részletekről Sós Georgina kérdezte Tóth Demek Melindát, a Szabadkai Egészségház főnővérét. A leukémia egy súlyos betegség, de lehetséges a felépülés. Ehhez azonban egy megfelelő őssejt donort kell találni, ami nem könnyű feladat. Azonban önök is segíthetnek, hogyha jelentkeznek és bekerülnek a regiszterbe. Ki az, aki őssejt donornak jelentkezhet? Őssejt donornak jelentkezhet minden egészséges felnőtt ember 18-tól 50 éves korig. Utána még 10 évig marad a regiszterbe, szóval 60 éves korig megvan rá az esély, hogy valakinek segítsen. Hogyan lehet jelentkezni? A jelentkezés nagyon egyszerű. Most
pénteken 5 és 8 óra között a Vigadó teraszára, hogyha kijönnek, a Szabadkai Kórház transzfúziós osztálya ott lesz, és ott helyszínen lehet regisztrálni. De ezen kívül minden munkanapon a Szabadkai Kórház transzfúziós osztályára el lehet menni, és ott jelentkezni donornak, akkor ki kell tölteni egy formanyomtatványt, és egy vérvételből áll az egész, szóval egy epruvetta vért vesznek ki, amit később elküldenek Belgrádba a transzfúziós intézetbe, és megcsinálják az úgynevezett HLA tipizációt, és ezzel a donor bekerül a rendszerbe. Mi történik ezt követően? Mi a donornak a feladata? Ezt követően vár. A donor vár, és reménykedik benne, hogy a világon él egy olyan ember, akire ő neki szüksége van, aki megfelel a HLA tipizáció alapján. Bárhol a világon? Bárhol a világon, igen, mivel Szerbia része a nemzetközi nyilvántartónak. Tehát akkor ugyanúgy, hogyha Szerbiában valakinek szüksége van ősejtre, akkor az egész világon keresik neki a megfelelő alanyt? Igen, igen, keresik, de viszont kevés az esélye, hogy találnak tőlünk távolabb levő országokba. Általában a szerbiai betegeknek német, lengyel és görög donorok szoktak megfelelni, de viszont legjobb, hogyha itt helyszínen minél több ember regisztrál, mert akkor nagyobb a valószínűsége, hogy találnak megfelelő donort a betegnek. Ha valaki megfelelő donornak bizonyul, akkor mi történik, hogyan zajlik maga a transzplantáció? Hogyha megfelel, akkor a donor 5 napon keresztül kell, hogy kapjon szubkután injekciót, amivel tulajdonképpen a csontokból az őssejteket, mondjuk azt kihajtják a perifériás vérkeringésbe, és ezen az 5. napon a donort rákapcsolják egy gépre, amivel tulajdonképpen a vérét átszűrik, és csak az őssejteket vonják ki, az összes többi vért azt visszakapja. Ez pár órát tart, ez az egész procedúra. Utána az őssejteket, amit úgy kell elképzelni, mint egy transzfúziót, szóval ugyanolyan transzfúziós zacskóba kerülnek az őssejtek, kicsit világosabb színük van, mint a vérnek, ezt ugye a beteg megkapja a steril blokkba, előtte ugye a beteg erős kemoterápiás szereket kap, amivel az ő csontvelőjét tulajdonképpen teljesen megsemmisítik, megkapja az őssejteket, és innentől kezdve az őssejtek fogják átvenni a vérképzést a beteg szervezetében. Nagyon sok tévhit él mai napig, hogy ugye ez csontvelő transzplantáció, de valójában ez őssejt transzplantáció. A különbség az, hogy többet nem fúrják a donornak a csontját, és nem a csontból nyerik ki a csontvelőt, amit később a betegbe injektálnak, hanem ez mind véren keresztül történik, és mondhatni azt majdnem, hogy fájdalommentes. És veszélye van a donorra nézve? Veszélye tulajdonképpen nincs. Azért, mert az az őssejt, amit tőle levesznek, az pár napon belül, 10 napon belül újra termelődik, és mintha mi se történt volna. Úgyhogy a donor szempontjából talán a legkellemetlenebb rész, egy kis fejfájás van, amikor ugye a gépen van, amikor az őssejteket leveszik, de szerintem ez nagyon kis áldozat ahhoz képest, hogy ezáltal ő valakinek egy életet ad. A beteg ilyen esetben mindig meggyógyul a transzplantáció után, vagy előfordulhat, hogy többször is ezt meg kell csinálni? Hát sajnos nincs 100%-os esély rá. Annó, mikor nekem a professzor azt mondta, hogy de tisztába kell, hogy legyek, hogy 20-30% esélye van rá, hogy visszajön. Én erre azt mondtam, hogy igen, de 70-80, hogy nem. Szóval nem, semmi se nem garancia, de viszont ez 70-80% esély van rá, hogy a leukémiás beteg kigyógyul, és teljes életet élhet. Még azt hozzá kell tennem, hogy valakinek megfeleljen a testvére, az csak 25%, ami nagyon kevés. És épp az miatt tűztem ki célul magamnak, mivel nekem ez megadatott, ez a szerencse, hogy az öcsém megfelel, de nagyon sok embernek nem, és őnekik is lehetőséget kell adni az életre, és az miatt kell, hogy minél több ember regisztráljon, hogy a nyilvántartóban minél több ember legyen, hogy ezáltal több betegnek van esélye az életre. Országos szinten hát nem állunk túl jól. Mi a helyzet Szabadkán? Mennyi donor van? Szabadkán 3 évvel ezelőtt, mondhatom napra pontosan, volt a 49. donor, azóta 90, nem fölül vagyunk. Nem nagy szám,
de azt mondom, hogy lassan. Ettől a pénteki naptól az az igazság, hogy én nagyon sokat várok, és nagyon szeretném, hogy tényleg ez nagyon jó akció legyen, és minél többen regisztráljanak. Magán a regisztráción kívül mi minden fog történni még pénteken, milyen programmal várják az embereket? Pénteken 5 órától 8 óráig a Vigadó teraszán lehet regisztrálni, a szabadkai transzfúziós osztály lesz jelen, önálluk lehet regisztrálni. 6 órakor Zsiga Pál, Molnár Viktor és Németh György koncertot fog bemutatni, Dr. Pásztor Bálint fogja megnyitni a tribűnt. Vendég, egy képkiállítás lesz, egy 19 éves lány, Katarina Stanojlovics képkiállítása, aki 46 napot volt a steril blokkban, szintén transzplantált, és minden napját lerajzolta, hogy élte meg. Úgyhogy nem láttam még a képkiállítást, de nagyon kíváncsi vagyok rá. 6 órától pedig, vagyis ezután, a megnyitó után tribűn lesz, ahol jó magam fogok egy előadást tartani, és Predrag Slepčević, a Leuka Egyesületnek az elnöke fog beszédet mondani. Utána pedig 8 órától a nyári színpadon György Balázsevics emlékes lesz. Hozzá kell tennem, hogy az egész díjtalan, szóval a koncert is minden, és nagyon szeretném, hogyha minél többen eljönnének. Hallhatták tehát, pénteken várnak mindenkit, aki szeretne jelentkezni őssej donornak. Menjenek el minél többen, éljenek a lehetőséggel, és adják meg az egészséges élet lehetőségét a beteg leukémiában szenvedő embereknek. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. 26 éve kezdődött meg a vihar hadművelet Horvátországban. Az akció során több mint 200 ezer szerb kényszerült elhagyni otthonát. Tovább nőtt a napi koronavírusos esetek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 487 páciensnél azonosították a COVID-19 betegséget. Bajsán és Pacséron is bővül a fürdő, továbbá kiaszfaltoznák a Gunarast-Szenta Gunarassal összekötő út megmaradt részét. Több Topolyához tartozó településen pedig korszerűsítenék az ivóvízhálózatot. Remekeltek a szerb vízilabdázók, a röplabdázók és a kosaras lányok az olimpián. A magyar Lőrinc Viktor ezüstérmes lett. Köszönjük, hogy követték műsorunkat. Amennyiben még több híre kíváncsiak, keressék fel honlapunkat, a pannonrtv.com-ot. Itt további friss hírek, riportok, érdekességek várják Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét, a viszontlátásra!